A szerbiai szocialista párt vezette koalíció miniszterei keresnek a legtöbbet. Zsarko Obradović oktatási miniszter például 100 000 dinárral keres többet, mint Ivica Dačić kormányfő. A családi kasszába 250 000 dinár tehet a hónap végén. Az oktatási miniszter két havi fizetéséből akár egy autót is vehet. Slavica Djukić Dejanović az egészségügyi tárca vezetője, Jovan Krkobabić kormányfő helyettes és munkaügyi miniszter, valamint Milutin Mrkonjić közlekedési miniszter is valamivel több fizetést kap, mint a miniszterelnök. Többségüknek nem az egyetlen bevételi forrása. A miniszteri feladataikon kívül például valamelyik szerbiai egyetemen tanítanak. Ezzel tesznek szert némi plusz jövedelemre. A szerb haladó párt képviselői nem hozták nyilvánosságra, hány 100 000 dinárból élnek havonta. Alekszandar Vučić miniszterelnök helyettes sem vallotta be a jövedelmét, majd kabinetje közölte. Mulasztást követtek el, amint gyorsan korrigálni kell. A haladók megbízott elnöke mindössze 110 000 dinárból él. A miniszterek többsége ingatlanokba fekteti a pénzének egy részét. Velimir Ilić rendelkezik a legtöbb ingatlannal. Az építészeti és urbanisztikai miniszternek több háza, üzlethelyisége, uszodája, gyümölcsöse és legelője is van. Rasim Jajić kül- és belkereskedelmi miniszternek viszont semmi sincs a fizetésén kívül.